Átadták Zentán a példamutató nagy család díjat a Mucsi családnak. A szülők Erzsébet és Krisztián 5 gyermeket nevelnek. A legidősebb Máté 13, Dávid 10, Ákos 6, Lili 4 éves, a legkisebb Luca pedig mindössze 8 hónapos. A környezetük nagyon örül az 5 gyermeknek. A környezet reakcióját nagyon pozitívnak véltem, kivéve persze azokat a kicsit ilyen érthetetlen kedéseket, hogy elképzelni se tudják, hogy lehet ennyi gyereket vállalni ilyen nagyon nehéz időkben. A család mindennapi teendőinek ellátása komoly szervező munkát igényel. A házaspár nem tagadja, a nagy családhoz nagy bátorság is kell, hangsúlyozta Mucsi Erzsébet édesanya. Nagy bátorság. Mi magunk is komolyan megfontoltan döntöttünk erről, tehát nem csak úgy a vakvilágba tettük. Én úgy gondolom és úgy tapasztaltuk, hogy amikor egy gyerekünk volt, akkor sem volt sokkal könnyebb, úgyhogy én úgy gondolom, hogy így ez bevállalható. A Zenta község önkormányzata által alapított példamutató nagy család díjat idén első ízben adták át, mondta Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere. A legfontosabb paraméter ugye, hogy milyen családi viszonyban, hogy élnek a család, és hát az, hogy tulajdonképpen példát mutatnak, hogy a mai körülmények közt is lehet több gyereket vállalni, nem csak egy-kéket, és azokat föl lehet nevelni példás családi környezetbe. A példamutató nagy család díj bruttó 100 000 dináros pénzbeli juttatással jár. A zentai önkormányzat emellett egyéb intézkedések révén is igyekszik serkenteni a gyermekvállalást a községben. Minden újszülött 30 000, az év első újszülöttje 50 000 dináros egyszeri juttatásban részesül, a nagy családban élő gyermekek pedig az oktatásuk során is részesülnek különféle kedvezményekben.